Szép napot kívánok mindenkinek! Ö, jó reggelt! Ez a szerdai, március 25-i bejegyzésünk, 11 órás bejegyzésünk. Én Simon Kata vagyok, az Üglói Egészségfejlesztési iroda pszichológus munkatársa. Remélem hallottatok már erről az akcióról. Minden nap 11 órakor posztolunk valami olyan elgondolkoztató, olyan mm, érdekes témákról, amik, amik most itt itthon, az itthoni karanténhelyzetre és koronavírusos helyzetünkre vonatkoznak. Tartsatok velünk a mai téma, amiért felelős vagyok, home office és a rendereje. Nagyon remélem, hogy legtöbbünk hűtője, konyhaszekrénye be van pakolva, bevásároltunk mindenből, amiből lehetett, fertőtlenítőszerekből, mosóporból, papírból betangoltunk, és most már rendszeresen fertőtlenítünk, takarítunk itthon, tehát figyelünk az összes előírásra, nem nagyon megyünk ki. Remélem ezzel ti is így vagytok. De mi történik ezután, hogy itthon vagyunk, itthon töltjük az időnk összes részét, dolgozunk, tanulunk, pihenünk, mozgunk itthon, és hogy milyen körülmények között tudjuk ezt tenni, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és erről szeretnék veletek pár gondolatot megosztani, hogy akkor a rend az tulajdonképpen hol tud minket segíteni, hol tud minket szolgálni. Nem tudom, ismeritek-e Marikondót, aki egy ilyen nagy influencer a témában, tulajdonképpen már évek óta legalább három könyve is már megjelent honom, a magyar könyvfiacon. A mozgalmának a lényegét tulajdonképpen úgy tudom összefoglalni, hogy a rendel, mint egy új ilyen struktúráró erővel operál, és arra nagyon-nagyon sok ötletet és gyakorlati útmutatást, hogy akkor hogyan tudjuk az életünket átláthatóbbá tenni, élvezhetőbbé tenni, olyan környezetet hogyan tudunk varázsolni magunknak, ahol azok a tárgyak vesznek körül, amiket szeretünk, és amik mi, mi magunk vagyunk. Nekem ez a könyvem van meg tőle. A struktúrírásból fogjátok látni. Ez a Tiszta Öröm című könyv. A rendteremtés művészete, ez az hiszem talán a második kötete. És bevallom nektek, hogy én nagyon sokszor kézbe veszem viszont nagyon ijesztő tud lenni az, hogy minden egyes ruhadarabra, minden egyes tárgyra van egy nagyon-nagyon pontos használati útmutatója, egy nagyon átgondolt rendszere, hogy hogyan praktikus, hogyan érdemes kis helyen ö, átválogatva tárgyainkat, ruháinkat tartani, személyes összes cuccunkat. És itt ilyenkor nagyon sokszor meg is szoktam akadni, hogy akkor most akkor nekem ez tényleg erre, hogy van szükségem, de mindig tudok valami új inspirációt meríteni az ő gondolkodás módjából. Mégpedig, amikor erre a posztra készültem, akkor, akkor tulajdonképpen azt tudtam átgondolni, hogy mit is tud a rend adni azzal, hogy, hogy itthon megpróbálom a környezetemet, ha nem is mindig, de átgondoltan rendben tartani. Azt gondolom, hogy a, hogy a rend az a kontroll érzetünket tudja nagyon jól segíteni. Azt, hogy én magam tudom ezt szabályozni, és ha megteszek dolgokat, például elpakolok az asztalon, úton, a szennyest időben elviszem a helyére, azzal, azzal tulajdonképpen nem csak az önmagam jólétét tudom segíteni, hanem a velem élőkét is. A dolgok a, hely, a helyükön vannak, ez egy nagyon... Egyszerű mondatnak tűnik, de hogy minden dolog a helyére kerül, az egy, az egy megnyugtató érzés, és ez biztonságot tud adni. Főleg ezekben az időkben, amikor a koronavírus alapvetően meghatározza minden, meghatároz minden lépésünket, azt, hogy kikkel beszélünk, ki kell nem tudunk találkozni, hogy hogyan tudunk magunknak programot szervezni, stb. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés. Közben elfáradt a kezem. Szóval, hogy, hogy ezt a kontrollérzetünket nagyon meg tudja dobni. És azzal, hogy, hogy át tudom ezt mindig gondolni, hogy... Mit hova pakolok, és ez újra és új, újabb és újabb szempontokat tudok adni annak, hogy, hogy hogyan struktúrálom a tárgyakat magam körül, az egy nagyon fontos érzet és nyoma is marad. Tehát, hogyha ezt megteszem, kislépésedben megteszem, akkor ezt folyamatosan, ezt látom is, és tuda, jól tudok tulajdonképpen itthon működni. Azzal, hogy rendet tudok teremteni, hogy bizonyos helyzetekben rendet teszek azzal a saját kompetencia élményem is tulajdonképpen megvalósul az, hogy én magam tudok tenni a saját magam teréért én magam tudom fizikailag tulajdonképpen tisztítani a a teremet, és hogy tudom befolyással tudok lenni ezekre a tárgyakra amik, amik körülvesznek engem. Tulajdonképpen ez az, ami nekem így a legesleg, leg, hogy mondjam, legkulcsfontosságúbb részlet ebben a kérdésben, az, hogy ezt a rendet tulajdonképpen meg tudom teremteni. Üzemeltetni tudom-e, és aztán a végén le tudom-e, nem is a végén, folyamatosan le tudom-e Aratni ezeknek a gyümölcseit. Az üzemeltetéssel kapcsolatban van egy személyes példám. Karácsony tűnt fel nekem az, hogy a, hogy a konyhám nagyon sokszor el tud úszni. És aztán így lett egy elhatározásom, hogy esténként lefekvés előtt még rendet teszek, elpakolok, sokkal többször pakolom be például a mosogatógépet, és ennek viszont egy olyan jó hozadéka lett, hogy másnap minden másnap sokkal hamarabb, sokkal könnyebben el tudom indítani a napunkat. Nincsen az a nyuglődés, a halogatás, hogy mikor, mikor, fogok elmosogatni végre, hogy akkor mikor állok neki éppen főzni, sokkal nagyobb kedvel el tudok nekiállni ezeknek a dolgoknak. Szóval a külső környezetünkben a rend, az tulajdonképpen azt is tudja segíteni, hogy elvonja közben a figyelmünket nagyon sok szorongató, a gondolattól, az aggodalmainktól, ami most ebben az időszakban különösen mindig visszaté tud térni, és mindig felvet újabb és újabb kérdéseket. És az, hogy ezt tulajdonképpen nem csak én magam csinálom itt a saját környezetemben, hanem bevonom ebbe a, a gyerekeimet, bevonom a páromat azokkal, akikkel élek, az egy fontos dolog, hogy együtt tudunk-e rendet tenni. Tudunk-e olyan Rendet kialakítani, ami mindannyiunknak jó, ami nem feltétlenül csak nekem, hanem ami élhető akár a gyerekeimnek, akár a páromnak is. Ezt, ha gondoljátok, akkor akkor osszátok meg velünk, hogy mire, mire, mit gondoltak erről, mire jutottatok. De hogy én nagyon azt tudom kívánni, hogy legyenek ebben szabályaink, közös szabályaink. Például, mit szóltok ahhoz, hogy Mindenki pakoljon el maga után van áll is, de nagyon-nagyon nehéz az adott pillanatban tényleg venni a fáradtságot és két vagy három perc alatt az adott kis egy-két négyzetméteren elpakolni a saját dolgokat, a játékokat, akár a munka munkával kapcsolatos eszközöket, laptopot. Tehát, hogy mindenki elpakol maga után, vagy részt, részt vesz mindenki a háztartási feladatokban. Egy felmosás lehet, hogy nem úgy mos fel a gyereked, ahogy, ahogy éppen te magad csinálnád, de hogy, hogy az ő kontrollérzetét is ezt tudja erősíteni, ha, ha megteszi. Szóval, hogy hol tudnak a gyerekek is segíteni a rendszerben, ne csak egy ember vállán, vagy a szülők vállán nyugodjon ez a nehéz feladat ugyanis ezt is minden nap folyamatosan üzemeltetjük. Szóval, tud-e olyan rend lenni e, nálunk, amit, amit folyamatosan újra gondolunk, amiben merünk változtatni, és amiben jól tudunk most élni? Ebben a pár négyzetméteren, ahova most be vagyunk, hosszú hetekre e, kényszerítve, tudunk-e úgy élni, hogy közben mindannyiunknak jó tud lenni? Remélem ezek a gondolatok egy kicsit inspirálnak titeket, titeket is arra, hogy átgondoljátok a saját magatok rendjét otthon. Azt tudom tanácsolni, hogy tényleg ne, hogy merjetek ebben változtatni, merjetek néha egy kicsit bevállalósabbak lenni. Nem most kell lomtalanítani, nem most kell dolgokat kipakolni és újakat vásárolni, de hogyha meg tudtok tenni pár sarkot csak tényleg, vagy pár, pár polcot át rendszerezni, az egy nagyon-nagyon felszabadító és jó érzést tud nektek is, és családatoknak is lenni. Ennyi lenne mára. Ha van kedvetek, akkor hagyjatok kommentet, van egy ilyen hashtagünk, hogy a rend ereje, és várunk titeket a többi napon is, mentális és fizikai egészségünk jólétével kapcsolatban lesznek posztok. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Az online program a VECOP 7.2.2 kötője 17 kötője 2017 kötője 0004-es számú a zuglói lakosság egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.